Krisztus van, kedves testvérek, tisztelendő Pék János atya. Húsvét 6. napja van. Az üdvözítő feltámadása mindannyiunkat megszólította az ünnepen, és bizonyára mindannyian nagyon sok kegyelmi ajándékot kaptunk a Jóistentől, fia szenvedése, halála és feltámadása által. Húsvét 8 napjában, húsvét 8-adában a liturgia szépséges jelekkel veszi körül Jézus Krisztus feltámadásának a misztériumát. Ez a 8 nap számunkra egyrészt jelképezi azt is, jelenti azt is, hogy olyan nagy titkot ünneplünk, nem elegendő ennek megünnepléséhez egyetlen nap, de egyúttal a 8-as szám az örökké valóságnak, a beteljesedésnek is a szimbóluma, rámutat arra is, hogy az Úr örökké tartó örömmel akar bennünket megajándékozni, rámutat ez a tény arra is, hogy mindannyiunkat meghív arra, hogy vele együtt győzedelmeskedjünk a bűn, a halál és emberi természetünk korlátai felett. A most hallott evangéliumi szakaszban, kedves testvérek, csodálatos halfogás történetét hallottuk. Húsvét fényében különleges értelmezést nyer ez a jézusi csodatétel. Olyan bőséges tanítást rejlik ebben a történetben, olyan sok mindenre tudunk következtetni, olyan sokféleképpen szólít meg bennünket a mindenható Isten, ezen evangéliumi szakasz által, hogy talán így is fogalmazhatunk, nem győzhetünk eléggé hálásak lenni, hogy mennyire gondoskodik rólunk, mennyire fontosnak tartja, hogy megtapasztaljuk jelenlétét. Talán nem járunk messze az igazságtól, ha egy olyan ellentét, pár feszülését észrevesszük ebben az evangéliumi történetben, mit jelent az emberi erőfeszítés, az emberi cselekvés, illetve mit jelent az Istennel együttműködő ember közös története. Az evangéliumi történet elején hallhattuk az apostol ajkáról, mondta Jézusnak, megyek halászni. És amikor visszatérnek, Jézusnak elmondják, nem fogtak semmit. Bizonyára nem arról van szó, hogy a jól tapasztalt halász emberek ne tudták volna a mesterségüket elvégezni. Nincs kizárva, hogy minden megfelelő volt. De ahogy egy nagy lelkíró is mondja, a halászatban mindig van valami bizonytalanság. Mert a földműves ember, ha elveti a magot a földbe, ha csak olyan természeti problémák nem jelentkeznek, abból azért bőséges termés lesz, vagy ha nem is annyira bőséges, legalább valaminek mégiscsak örülhet az ember, egyfajta biztosabb helyzetet feltételezze. De aki kiveti a hálót, az lehet, hogy üresen húzzak vissza, pedig lehet, hogy mindent megtett. Lehet, hogy a legjobb tudással, legjobb időjárási körülményekben ment ki halászni, de mégis ez a bizonytalansági tényező halászember életében talán még hatványozottabban jelen van. Az evangéliumnak ez a vonása jelképez minket is. Akik nagyon sokszor talán túlzottan bizakodunk önmagunkban, és a mai világ talán még táplálja bennünk ezt az elképzelést, ezt a gondolkodásmódot. Hány és hány embertársunk vélekedik úgy, majd én megoldom a problémát. Majd kézbe veszem a dolgok irányítását. Majd én megmutatom, hogy mindent meg tudok oldani. Hány és hány alkalommal, akár magunkon is, de a mai világ közgondolkodásában különösképpen megtapasztaljuk az embernek a túlzott elbizakodottságát. És néha még el is jut az ember, sajnos arra a területre is, amikor azt mondja, már nincs is szükség az Istenre. Elég vagyok önmagamnak. Mindent megoldok, mindent kézbe tartok, mindent irányítok. És nagyon sokszor
amikor az ember a legbiztosabbnak véli dolgait, egyszer csak rádöbben arra, amiben bízott, az bizonytalanná válik. Amiben belevetette a reményét, az egyre távolabb került tőle, és nem teljesedik mindaz, amiben hitt, bízott és remélt, mert ahogy az evangéliumnak egyik története is rámutat, erre úgy viselkedett, mint a házát homokra építő ember. Nem volt megfelelő szilárdság, talán csak az emberi fellángolás, az emberi önelégültség, elbizakodottság volt az, amire az ember élete építményét helyezte. Ebben a szentmisében, most húsvét fényében, húsvét 6. napján, nekünk is kérnünk kell a Jóistent, hogy ettől nem is meg bennünket, hogy csak magunkra hagyatkozzunk. Nem arról van szó, hogy nem kell küzdeni. Nem arról van szó, hogy ami ránk vonatkozik, azt ne kellene megtenni. Isten nem kéri tőlünk azt, hogy ölvetett kézzel várjuk, hogy ő majd üdvözít bennünket, ő majd megoldja az életünk problémáit. Nem mondja azt, hogy ő majd helyettünk elvégez minden feladatot. Igenis szükség van arra, amit meg tudunk tenni, de azzal a gondolkodásmóddal, azzal az elgondolással, hogy nem csak önmagamban bízom. Nem csak a saját magam erőfeszítésére, okosságára vagy okoskodására alapozom az életemet. És ott van a másik oldal, amikor megtapasztalják az apostolok, amikor már nem csak a saját erejükben bíznak, amikor már kommunikálnak, amikor már párbeszédben állnak Jézussal, hogy mi lesz a következménye az Istennel való együttműködésnek. Akkor is szükség volt arra, hogy a bárka jobb oldalán kivessék a hálót. Akkor is meg kellett tenni a halászat mesterfogásait. Emberileg, mint egy elő kellett készíteni a csodát. A természetes alapnak meg kellett lennie. És az Isten erre épít. Jézus az ilyen helyzetben, amikor az ember átadja neki az irányítást, amikor rábízza magát, amikor fontosnak tartja azt, hogy vele együtt munkálkodjon az ő jelenlétében éljen, amikor a hitnek ilyen nagyszerű cselekedetét viszi véghez, amikor lehet, hogy emberileg azt mondja, hát az előbb megpróbáltam, nem sikerült, most se fog sikerülni, de hát ha ezt kéri tőlem az Isten, megteszem, rábízom magamat. Az ilyen helyzetben, amikor a bizalmat kifejezi az ember, amikor a ráhagyatkozás, amikor az Istennel való együttműködés jellemzi az embert, amikor ez megnyilvánul, annak meg lesz a gyönyörű szép következménye. Az apostolok, a halászok örültek annak, hogy az Istennel való együttműködésnek milyen csodálatos gyümölcse lett. És kedves testvérek, mi is most valójában ezért vagyunk itt, ezen az estén, itt ebben a gyönyörű, szép, ősi, átimádkozott falakkal rendelkező templomban. Rádöbbenünk arra, hogy amit őseink is megfogalmaztak, hasztalan az ember fáradozása, ha nem kíséri az Isten áldása. Nekünk nagy szükségünk van arra, hogy a feltámadt Krisztusba belekapaszkodjunk a hitünkkel, hogy vele együtt a mindennapokban helytálljunk, hogy meglássuk a hit látásmódjával azokat a csodákat, amelyeket a mi életünkben és a világ életében véghez visz. Egy hitbeli zarándok utat kell megtenni, és ehhez hozzásegít bennünket a bensőséges Isten kapcsolat, a szentmis áldozat bemutatása, amikor közvetlen közel megérezzük, megtapasztaljuk, hogy Krisztus a vándorlásunknak a társa lesz, a kenyér színbe öltözik. Itt a kenyér és a bor tapasztalati valóságában megjelenik közöttünk. És nagy lehetőségek rejlenek most számunkra, akár ebben a húsvéti időben, az esztendőnek ebben az időszakában, egészen az eukarisztikus kongresszusnak az idejéig, mert a felkészülésnek az ideje lehet, hogy fontosabb, mint maga az ünneplés, hogy hogyan és miként tapasztalom meg, engedem megtapasztalni magamnak és környezetemnek, hogy az Istennel együttműködök, hogy vele együtt nagy dolgokat akarok véghez vinni. Ez az időszak különleges lehetőségeket ad nekünk, hogy meg tudjuk vallani, hogy Istenem, minden forrásom belőled fakad. Te vagy az, aki az életemnek reményt,
Az életemnek irányvonalat, az életemnek célt adsz. És rádöbbent bennünket a feltámadt Krisztus, aki hasonló, amit az apostolokkal is együtt járja az utat, megjelenik nekünk, megismerteti magát velük, mi is a hit látásmódjával az eukarisztiában, az oltári szentségben felfedezhetjük, hogy a feltámadt Krisztus jelen van közöttünk. Oda ajándékozza nekünk önmagát, biztosít, bátorít bennünket, hogy az ő ígéretei a mi életünkben is valóra válnak. És milyen csodálatos ezt megtapasztalni. A mai világnak a forgatagában, rohanásában, sokszor összevisszaságában milyen jó, hogy van olyan szilárd pont, amire tudok építeni. Mint az ókori nagy természettudós is megfogalmazta, mutassatok egy szilárd pontot, és kifordítom a sarkaiból a világot. Mi nem akarjuk kifordítani a sarkaiból a világot, hanem megfelelő módon szeretnénk építkezni, megfelelő módon szeretnénk kibontakoztatni az erényeinket, megfelelő módon szeretnénk az Isten közeledésének alanyai és együttműködői lenni. Megfelelő módon szeretnénk a mindenható Istent, az üzenetét, ajándékait befogadni életünkbe, hogy azt tanúságtevő módon tovább ajándékozhassuk. És ennek lesz a jele, amikor a termésért könyörgünk, amikor megálljuk a zsenge búzavetéseket, vagy a zsendülő szőlőhajtásokat. Nem azért, mintha valami mágikus cselekedetet vinnénk véghez, az Istenbe vetett bizalmat, azt, amit az evangéliumban is láttunk az apostolokon, hogy ezt akarjuk átélni. Ahogy szokták mondani, biztos errefelé is, sokat kell még kinnaludni annak a búzának, meg annak a szőlőnek, míg majd abból megfelelő termés lesz majd. Rá kell bíznunk mindent az Istenre. Csodálatos módon kifejezi a jó termésért való könyörgő áltatosság az ember Istenben való bizakodását. Amikor a négy évtáj felé az evangéliumot hirdetjük, énekünkkel, imádságunkkal könyörgünk a mindenható Istenhez. Hadd tapasztaljuk meg jelenlétét, áldja meg az emberi munkát, isteni áldásával koronázza meg az esztendőnek a körforgását, és engedje, hogy a hálaadás énekét zenghessük majd neki azzal, azért, hogy idén is megajándékoz bennünket, nem csak a föld terményeivel, hanem mindenek felett azzal, hogy velünk van, hogy fontosak vagyunk neki, hogy mindannyian bizalommal közeledhetünk hozzá. Kérjük az Urat, hogy mi, akik lehetőséget kapunk ennek felismerésére, a feltámadt Krisztussal való életközösségre, a mindennapok forgatagában, annak megtapasztalására, hogy velünk jár, ne csak nyitott szemmel, nyitott szívvel is járjunk a világban, és kérjük a feltámadt Krisztust áldásával, jelenlétével, személyes szavával tegye nagyon értékessé életünk mindennapjait, és engedje kifejezésre juttatnunk, hogy mivel minden forrásunk belőle fakad, mi a bizalom, a hit szavával akarunk megszólító üzenetére válaszolni. Amen.